Hello, sziasztok, üdv mindenkinek! És ugye sikerült Romániát legyőznünk 2-1-re. És most már mindenkivel játszottunk a csoportban, és most kezdődnek a visszavágók, és a németekkel kezdünk. És hogyha le tudnánk őket győzni, akkor ugye elsők lennénk. Mondjuk egy döntetlen is hatalmas eredmény lenne, de... De azért hát, ha nyerünk természetesen. Na, viszont ami leginkább aggaszt, az, hogy a görögök nagyon a nyomunkban vannak. És hogyha hibázunk, akkor simán beelőzhetnek. Na de. Nézzük csak itt a dolgokat, mert néhány játékos fáradtabb, és azt nem tudom, hogy Langot berakjam juhász helyett. Korcsmárt és legszívesebben kivenném, de félek szólnak itt berakni. Hiszen köztük 5 értékbeli különbség van. Hát strength-be, erőbe azért jóval jobb juhász. Egy laza 10-essel. Fejelésbe is jobb. Emberfogásba egy kicsit jobb lang. Szerelésbe is. Most mi legyen? Jó, azt mondom, hagyjunk így mindent. Aztán lesz, ami lesz. Fú. Félek előre, az a baj. Jajjaj. Nem így kellett volna, úgy érzem. Na akkor. Németország versus Magyarország. A meccs kommentátorai, ugye, nem Hajdú B. István és nem is Faragó Richard. Hiszen már a FIFA-ba megszűnt a magyar felirat, illetve a magyar kommentátor sajnos. Legalábbis ami a konzolos verziókat érinti, ott egészen biztos. Lám, Neuer, ott volt Schweinsteiger is. Gündogan. Boateng. Talán Mustafi lenne az ott ötösbe? De nem mondom biztosra. Na, ez is meg volt, de most már mutathatnák a kezdőket. Na, igen, Mustafi volt. Fú, de rövid ideig mutatták. Ott van Özil is, Royce is. Thomas Müller lesz a csatár. Oké. A sajátunkat pedig lenyomom, hiszen azt tudjuk. És egy angol játékvezető. Na. Kezdjük. Oké. Szuper. Nagyon jó. Hinnyenek itt a
első támadásban egy gól lett volna a németek ellen Neuernek. Meg én is meglepődtem volna. Na nézzük csak. Ezt szerintem ők fejelték ki. Így is van. Neuer. Ez nagyon rossz lett. Sajnos. Gyerünk. Jó, eddig nyomunk rendesen. Lehet csak eddig tartott. Azért most már náluk van a labda. Gyerünk már. Hát nem igaz. Jó van, nem lesz ez olyan könnyű meccs, mint az elején látszott. Ahogy náluk a labda már... sok minden nem bírunk kezdeni. Pintér! Nagyon jó, Obrancsics! Ez az, futás! Ne! Még majdnem megszereztük. Legalábbis én úgy láttam. Varga. Ugye a Románia elleni meccsen Elek már szinte majdnem Mester 3-as szerzett. Szóval kíváncsian várom, hogy csak ilyen egy meccses formája volt ez a góltermelés. Vagy tartani fogja is ezentúl. Most már azért ő is lövögetni fogja a gólokat. Lerázta Kádárt. És ki is cselezi. Atya ég. Atya ég. Tehát az a kapufa. Aztán mit hagyott ki Gündogan? Ezt nem is értem, hogy lehetett kihagyni. Jó, kibírjuk passzolni. Ez nagyszerű. Hú, így nehéz lesz. Nagyon itt vannak is fogják az embereket. Ott van Stieber. Na már. Gyere Kádár. És komolyan egy öngol? És miért Lamot ünneplik? Én Frankónön gólnak láttam. Így is van. És kérlek szépen titeket, a képen jött, beérkezett volna, hogy berúgja a beadást. Én azt az embert fogtam. Ergo, aki szépen becsúszott és berúgta azt a gólt, az a gép volt. Szóval én Frankon nem nyomtam semmilyen becsúszást, meg nem is én irányítottam Juhász Rolandot. Szóval ez most rohadtul szemét volt a játék. Legalábbis én így érzem, hogy ilyen fontos meccsen képes egy ilyet csinálni. Nem baj, innen is valahogy meg kell oldani. Na, Dzsudzsák. Legesleg ostobább döntés volt ez. Hova megy az a passz? Jól van, jól van, jól van, gyerünk, gyerünk! De embernek! Mi az, hogy csak úgy eldobod oda? Hát nem igaz.
Hú, ez él. De miért kell ott megállni most komolyan? Legjobban egyébként Özil-től félek. Nehogy itt bárkinek adjon egy gólpasszot. Hogy ejtik ki Salai nevét? Te jó ég valami. Salah. Salai. Te jó ég. De miért arról? Arról indította meg. Amúgy őt akartam indítani, igen, csak a másik oldalt. Hát nem igaz. Hogy bal lábbal rúgja el, úgy akartam. Mert ott nem úgy voltak játékosok, is több volt a terület. Állj, de gondoltam. Jól van. Persze, csúsz be. Szép volt. És kivisszük, kivisszük, mert miért ne? Köszönjük, hogy elszórakozzátok. Azt hittem Lovrančić lesz ott, nem baj. Jó. Bargának akartam, nem hiszem el, hogy oda indított. Jó, legalább lefújta. Hú! Jól emlékszem, akkor pedig a németeket megvertük. Görögök X-re állnak. Na, nagyszerű. Bár hogyha mi kikapunk, akkor beérnek minket. Akkor a különbségre pedig nem emlékszem, hogy kinek a jobb. Jó. Nagyszerű. Lovrančić. Most! Hát ilyen nincs, hát ilyen nincs, hát ilyen nincs. De közel voltunk. Lovrančić Gergő megvillant. Stieber passza is. Szép volt természetesen. Jó. Gyerünk már, hát ilyen lassan ne szórakozzunk. Fú. Olyan nehezen mennek most a szerelések. Nem igaz, is kihozzák valahogy. Beszarok, hogy ez a holland gyerek mindig ezt csinálja. Ezt a megtolja a labdát. Jól van, nincs baj. Jó. Ez az. Nagyon gyors Lovrančić, de most ezt nem bírtuk kihasználni. Gyertek már! Nem volt kint? Dehogy nem. Nézzük csak...
Kit hozzak le? Eleket kéne, de... Hát nem tudom. Nem tudom, gyerekek. Jó, egy kicsit még várunk. Jó. Kicsit húztak is, be is csúsztak, igaz, a szabályos volt, de... Persze, ilyen életgyenge passzokat kell adni. Jó van, gyerekek. Na jó, bele Rabi. Pintér sprint versenyt nem akarok. Gündogan, neked ez nem megy, ne erőltesd, kérlek szépen. Jó ég. Jön is már Toni Kroos helyére. Jó, cseréljünk akkor most már. Tényleg. Jöhet Tőzsér. És... Jó, ha még gyorsan rúgunk egy gólt, akkor majd erősítjük a védelmet, de... Most még várunk. Jó. Mehet megint a kipasz. Ne, már megnyomtam, az a baj. Tudtam, hogy szar lesz. Hát nem igaz. Hú, mekkora mázlink van, gyerekek! Hú, Lovrencs is, de király vagy! És náluk lesz a labda. Gyerünk már! Miért kell olyan hosszan átvenni, nem hiszem el. Hogy szereltek le folyton? Hú. Na. Stieber jól játszol, de... De muszáj cserélni. Kádár, Korcsmár, fú, de fáradt mindkettő. Juhászról nem is beszélve. Varga is. Hát egy öngóllal kikapunk, gyerekek. Ezt nehezen dolgozom fel. Főleg, hogy nem is én csináltam, hanem a gép gondolt egyet is. Így becsúszva berúgta Bogdánnak. Nagyon jó! És kijött lám, nem hiszem. Vagy Neuer. Milyen lám. Nem akarom elhinni, komolyan mondom. Ez most komoly. Nagyszerű. Így is van. Kicsit hosszú. Nem hiszem el. Bulak.
Jó, hogy jöjjenek vissza azért a többiek. Ennyire ne ragadjunk előre. Nem hiszem, hogy elszórakozzák. Már csak örülök ennek. Nagyon jó. Ezt el kellett rúgni. Úgy érzem. Jó, viszont most már mindegy, hogy 1-0-ra. Vagy esetleg 2-0-ra kapunk ki. Támadó sort kell erősíteni. Ők pedig a védelmet. Filip Lám helyén hővedesz. Hát... ezt meg lehetett volna fogni, nem? Mindegy is. Hát ilyen nincs. És még egy szöglet, na már! Ilyenekkel megy az idő. Hát gyerünk már! Fú, pedig ha ott el megszerezzük a labdát. Hát ilyen nincs, ilyen nincs. Sajnos vége. Amilyen szerencsénk van, a görögök meg megnyerik a meccset. Jó. Gyerünk most már fel. És miért Özilnek kell passzolni? Nem, itt a végén lőnek egy harmadikat. Hú, de jól esett. Köszönjük, erre visszaadom, nem hiszem el. Köszönöm, hogy lefújod, de rendes vagy. És pedig már csak ott két védő maradt, ahogy látom. Hú! Na, görögök pontszámügyileg beértek, sajnos. Nem, vagy ez így sikerült. Amúgy se volt egy sok helyzetünk végül is. Csak a németeknek szinte, de... tényleg az bántó az az öngól. De végül is utána szereztek még egyet, szóval nem lehet azt mondani, hogy csak azzal nyertek. Bár lehet 0-0, akkor inkább védekezni állunk be is. Nincsen az az izé, ez a második gól. Na mindegy. Na. Ja, Sanchez az le van sérülve? 9 napra, és ez mikor űzi? Hát Gardner, te nem fogsz játszani már, bocs. Na, 11. hó, 12. Hanyadika van? 19, akkor még sérült vagy, ha minden igaz. Na de fiúk, lányok, ennyi lett volna mára. Én köszönöm a figyelmet, és hogy velem tartottatok, remélem a vereség ellenére azért valamennyire elfogadhatónak találtátok ezt a meccset. Sanchez. Nagyon be van indulva.
Na szóval még egyszer köszönöm a figyelmet, és hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb is, legyen szép napotok, sziasztok!